fizetni, és mennyi? Fogyasztani, annyiba. És mi kezed? 100%-os alma és megylé. És abban a fő... Hát abban a felnőttek kapnak. Karácsonyi vásárra alakult a Kanizsai Dorottya általános iskola. Az intézménybe belépve 100%-os gyümölcslevekkel, forralt borral, zsíros kenyérrel kínálták az embereket. A felső szinten pedig adventi vásár várta az érdeklődőket, a folyosón hatalmas tömeg sodródott, nem is csoda. A standok mögött nem mások, mint a portékákat készítő diákok álltak. Adventi koszorút, mézes kanácsot, karácsonyi díszeket lehetett vásárolni. A vásáron kizárólag a tanulók által készített termékekhez lehetett hozzájutni. Ezeket a gyerekek az iskolai órákon készítették kézzel. Azt mondják, egyes termékek ára azért borsosabb az átlagnál, mert fáradtságos munkával hozták azokat létre technika órák során. Először nagyon sokan voltak, aztán kicsit már kevesebben, tehát be lehetett jönni a terembe, de nagyon sok szarvasunk volt, azok nagyon gyorsan elkeltek, pedig azán, hát igazából nagyon drágák, úgymond drágák, mert kézzel csináltuk. Egy szarvas például 2000 forint volt, de tényleg megérte, mert saját kezileg technika órán készítettük, és talán 8 technika óra elment azzal, hogy például egy ilyet azért kitömni, meg az anyag is nagyon drága volt. Az osztályfőnökünk megvette az anyagot, mi pedig kitömtük szépen, ő pedig otthon megvarta. Elképesztően gyönyörűek voltak. Térültem, fordultam, és már elfogytak a párnák. Mik voltak rajta? Szarvasok. Aztán volt egy olyan, amin hópelyhek és szarvasok, valamint fenyőfák voltak. És még itt miket látunk az asztalon? Mesélj! Például alátétek, ilyen nagyon aranyos tányér alátétek. A konyha karácsonyra például nagyon szépen fel lehet díszíteni. Akkor például fenyőfadíszek. Ezeket a lányok csinálták, akkor ilyen cukornyalóka, ilyen kis figura, például most vittek belőle egyet el, de a párnák azok nagyon gyorsan elfogytak, akkor van ilyen kis neszeszerünk, de hát ezek a nagyobb kis lovak, meg ilyenek fogynak leginkább. Az adventi vásáron széles volt a választék a termékekből, sokan azt sem tudták, mit vegyenek, de végül mindenkinek lapult valami a kezében, vagy éppen a szatyrában. Vettem egy ilyen fenyőfát. Wow! Vettem még egy fenyőfát. Meg egy dobozt. Doboz a karácsonyfára, a kettő fenyőfa meg az asztalomra dísznek. Ettem egy ilyen csoki jégkrémet.